teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll, s fog-e örökké állani, vagy egykora semmiségbe száll, megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd, vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt, egye a lélek és a test, honnan jövénk, hová megyünk, elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? Ez is Petőfi, és amit ma este hallunk, az is. Az elhagyott zászló megtépve, megcsúfolva sivatag közepén, magában áll a zászló, melye szolgálok én. Nagy és hosszú vihar volt, mely rajta ennyit tépe, de bármint meg van rontva, még most is látszik csonka szárnyán az Isten képe és a szent jelnek egyre gyérülnek hívei, bálvány elébe mennek térdet főt hajtani, hadd menjenek, nem méltók egy sorba állni vélünk. Ha a fecskék ledérek, s éghajlatot cserélnek, mi sasok nem cserélünk. Mi varázshatalmú-e díszetlen csonka jel, a legdicsőbbel erres alatta haltak el, Mutatja ez, mutatja, hogy az igazság itt van, S ez Isten oltáránál, Bár a világ odább áll, Megállok a síriglan. Szatmár 1847. júliusában Jókai lett 1847. július 6-ával az életképek szerkesztője, és habár bár Vahot Pesti divatlapjához kötötte például Tompát is a szerződése, és bár többen megígérték az életképeknek, hogy adnak majd munkát, hogy ezeket lehessen közölni, és Petőfi, aki a tizek társaságával is új írói egyesületet akart létrehozni, és annak megfelelő orgánumot keríteni, és most Hát íme itt a persz, hogy Jókaival együtt az új magyar irodalmat méltó formába öltöztessék, és a konzervatív honderűvel, vagy a folyton taktikázó vahott pesti divatlapokjával szemben létrehozzanak egy igazi irodalmi folyóiratot. Mert igazi irodalmi folyóirat a hétköznapokban soha sokat tehetett volna, ha Magyarországon minden mai napig mondom lett volna keletje az ilyen irodalmi folyóiratoknak. De hogy az Athénaum gyorsan meg kellett, hogy szűnjön, az életképek is csak másfél évet fog kibírni, és aztán talán a magyar irodalmi folyóiratok legnagyobb idején a nyugat és a társai után de még bizonyos értelemben az 1960-as évektől a kortárs, az újírás és mások, ahova dolgozni azért öröm és megtiszteltetés volt, és egy bizonyos színvonalat képvisel, de nem tudtak igazán olvasótábort létrehozni. A magyar nem annyira olvasó nemzet. Persze lehet mondani, hogy a szlovák vagy a román még inkább nem az. De hát ez ke kis vigasz mindannyiunk számára az irodalmi gondolkodás és általában a gondolkodás nehéz műfaj, aki megcélozza azt, hogy emberek gondolkozni kellene, összetartani kellene, mi ne holmi fecskék legyünk, aki változtatgatják állandóan a lakhelyüket, mi sasok legyünk, aki magasra föl-föl szárnyalunk, és mutatjuk az igazi irányt másoknak, és tudjunk áldozatot hozni. Petővi ismét nagy témához nyúl. Mert az életet, aki nem nyögvenyelésesen éli, de nem is csak kötelesség érzetből tesz meg jó dolgokat, hanem a legmagasabb rendű élet, az áldozatokat is magában hordozó élet. Mert a kérdése kérdése nem a lenni vagy nem lenni, mondta már a világosságot színű éppen néhány hónapja írott versében, hanem a kérdések kérdése az, hogy Használta a világnak ki érte, feláldozza magát. Eljőe a kor, melyet gátolnak a rosszak, s melyre a jók törekednek az általános boldogságkora. S tulajdonképpen mi a boldogság, hisz minden ember azt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Igen, ez az igazi nagy petőfi. Nem lenni vagy nem lenni a fricskát shakespeare a Hamlet nagy monológiának, hanem a használni vagy nem használni. És Petőfi úgy gondolt, és azért olyan keserű, és azért olyan szókimond, és sokszor indulatos is, mert egy kétség kívüli jó cél szolgálatába olyan vonakodva áll be még Arany János is legjobb barátja, Tompa egyenesen faképnél hagyja a pák és a többiek eloldalognak, hát egyedül nem lehet létrehozni irodalmi folyóiratot. Ez Arany János keserves tapasztalata majd az 1850-es években, hiszen a szépirodalmi figyelővel és a koszorúval mennyi-mennyi fáradozást tett azért, hogy legyen a szép literatúrának, és ami vele egy az igazi nagy gondolkodásnak fóruma e magyar hazában. Ahogy Petőfinek, Aranynak sem sikerült.